Hát, sziasztok! Üdv újra itt a csatornámon, Szeni vagyok, és ebben a videóban hát kettő rendelésemet fogom most nektek megmutatni. Mind a kettő most érkezett meg, és egyedül vagyok már az irodában, az év dolgozója. Szóval gondoltam, mielőtt hazamegyek, ezt gyors leforgatom nektek. Lehet, hogy már látjátok a dobozon, ez egy Chibo és egy Douglasos rendelés lesz. Hát mind a kettő ilyen random rendelés volt, nézzük is meg. Na hát én azt mondom, hogy kezdjük a Douglasos vagy Douglas-es dolgokkal. Kezdem először hárommal egyszerre, ugyanis volt egy ilyen akció most, nem tudom, hogy ez Magyarországon is volt-e, de a német Douglas oldalán volt, hogyha három ilyen Douglas márkájú terméket vásároltál, akkor a harmadik az ingyen volt hozzá. Szóval igazából ez volt az apropója a rendelésemnek. És így három terméket vettem, egyszer ezt a Douglasnak ezt a fújós csillámporát, ez újonnan 10 euróba kerül. Én akciósan mindjárt megmondom, hogy mennyire vettem. Puder 5 euróért. 5 euróért vettem, 5 euróra volt leakciózva. Ennek nagyon-nagyon szép ilyen, hát ilyen enyhén csillámos fénye van, hát kamerában ezt most nem fogjátok látni, hogy csillog, de tényleg nagyon-nagyon szép, és szerintem nagyon aranyosan is néz ki ezzel a rózsaszín kis, hát pamacsal, kis fújókával a végén. Ez szerintem ajándékba teljesen jó, ilyen kis apróságnak, barátnőnek, kolléganőnek, stb. Akár szülinapra, akár karácsonyra, igazából akár húsvétra, de nekem ez egy kicsit ilyen karácsonyi ez a motívum rajta. Aztán folytassuk ezzel a kis ajándékcsomaggal, újonnan ez is 10 euróba kerül, és én ezt is, ha minden igaz, 5 euróért, igen, ezt is 5 euróért rendeltem, szóval ez is féláron volt. Nagyon-nagyon tetszik a csomagolása, egyszerű, de nagyszerű, ez is ilyen apróságnak ajándékba tökéletes, és ebben, nem tudom, hogy meg tudom-e nektek mutatni, annyira nem, egy kézkrém van benne. Jó lenne tudni, hogy mit rendeltem, ugye? Egy kézkrém van benne, egy ajakápoló és egy szappan. Szóval ez egy ilyen mini kis szépségápolós, wellness, tisztálkodós szett. Igazából semmi személyes, szóval ez tényleg ilyen, amikor húznak az emberek munkahelyen. Szerintem arra ez tökéletes. És rájöttem, hogy 4 dolgot rendeltem. A másik pedig ez a teás szett, bögre szett, ez is újonnan 10 euróba kerül, szintén 50%-kal 5 euróért, szóval körülbelül 1500-1700 forintért, nem tudom most mennyiben váltanak, annyiért rendeltem, és azt nézem, hogy itt, ja jó, oké, csak a csomagolás van megkarcolva, beautiful feliratú, szóval gyönyörű feliratú, ilyen fehér bögre, van hozzá egy szép kis kerámiás kiskanál, és egy ilyen karácsonyi hangulatú kis, hát amire rá tudott tenni, az áztatott tea filtert, arra is beautiful van ráírva, de ezt így most nem fogjátok látni. Hát maga a csomagolása semmi extra, szóval ezt azért jobb, hogyha az ember becsomagolja. Szintén ez akár még nem is barátnőnek, kolléganőnek, szerintem ez családon belül is tök jó. Vannak emberek, akik imádják a bögréket, mint mondjuk én. És szerintem ez is egyszerű, de nagyszerű ajándék, és 5 euróért lófasz. Aztán az a dolog, amit ingyen kaptam, ez nem volt drága, ez mindössze 2 euróba került volna, de így ugye ingyen volt. Ez pedig a Douglas márkának, ez a Brilliant Color kondicionálója, cranberry és valamilyen black currant illatú, nem tudom mi az a black currant, és ez színezett hajra van. Hát nekem nem túl színezett a hajam, ugye egyik videómban, az utolsóban, vagy az utolsó előttiben mondtam, hogy itt alul lett most kicsit világosítva, ami egyáltalán nem látszik, de itt fölül ez meg a saját hajszínem végig, szóval igazából nem nekem vannak az ilyen brilliant color termékek kitalálva, hanem a tényleg festett hajóaknak, viszont én néha szeretek ilyet használni, mert magát a természetes szőke szint is nagyon szépen ki tudja világosítani, szóval ajánlom nektek az ilyen színvédő hajtermékeket, akkor is, hogyha nem feltétlen festett a hajatok.
Aztán van itt három ilyen kisebb termék, amiket bevallom, csak azért rendeltem hozzá, hogy meglegyen a minimum rendelési összeg, és ne kelljen szállítást fizetnem. Ez azt hiszem mind a három körülbelül 1 euró volt. Ez a Garnier, ez 89 cent volt, ez egy ilyen, hát egy ilyen bőrradíros maszk, citrommal és citrommal. Ja, semmi extra, 8 milliliter, szóval ez egy ilyen bőrradír maszk. Ez 89 centbe került, és az a kettő knájpos ilyen fürdősó, az pedig fejenként 1 euró volt, vagy hát fejenként 59 cent, mondjuk azt, hogy 1 euró. Az egyik az egy ilyen kis karácsonyi kis maci, és ide rá lehet írni a nevét az embernek, hogyha valaki akarja. A másik pedig egy ilyen köszönömös fürdőkristály. Nem szoktam ilyet használni, mert nincs fürdőkádam. Viszont úgy voltam vele, hogy ez írtó cuki, szóval könnyen meg lehet, hogy ezt most meg fogom tartani jövő karácsonyig, és valakinek odaadom. Ezt a köszönömöset, ezt pedig azért rendeltem, mert valamikor szeretnék csinálni, valószínűleg, hogyha megvan az 500 feliratkozó, akkor szeretnék nektek egy kis nyereményjátékot csinálni, amiben majd összeválogatok ilyen kis apróságokat, dolgokat, amiket el tudok nektek ajándékozni, illetve annak az egy, vagy kettő, inkább egy nyertesnek, és ez a köszönömös kis, mosómedvés fürdőkristály, ez úgy éreztem, hogy ez tök jó lesz hozzá. És végül az utolsó, amit a Douglasnál rendeltem, az az Art Deco-nak ez a kis ajándékszettje, Black Glam az a neve, és itt azt írja, hogy 19,50€-be kerül ez a szett, de én 14 euróért rendeltem, szerintem ez abszolút megéri. Van benne egy ilyen csillámos szemhéjtus, egy szempillaspirál és egy szemceruza, ami fekete. A 02-es. Ja, ezt gondoltam a sógornőmnek, azt hiszem sógornőnek hívják, párom nővére. Ő imádja az Art Deco sminktermékeket, szerintem ráadásul csak azokat használja, szóval gondoltam, hogy ez majd valamikor neki egy nagyon jó ajándék lesz, esetleg szülinapjakor. Na, ennyi a Douglas rendelés, akkor most folytassuk a csíbóval. Na, készüljetek, mert ez a rendelés beszarás lesz, legalábbis szerintem nagyon gyönyörű ez a kollekció. Nem tudom, hogy otthon is kapható ez, de mivel ahogy láttam, mindig ugyanaz kapható otthon, mint németben a csibónál, ezért gondolom, hogy otthon is megkapjátok ezeket. Az első az egy ilyen márvány mintás, ilyen kis kozmetikai organizer. Ecseteknek, mint ahogy itt is mutatja, ilyen kencéknek abszolút jó. És ahogy látjátok, ez egész nagy, méghozzá 20x15x15 centis. Műanyag, de fényes, így látjátok, egy ilyen fényes műanyag, és ilyen kis fiókos. Nekem nagyon-nagyon megtetszett, fölülről pedig ugye ilyen kis fakok vannak benne, szóval bele tudtok állítani dolgokat. Ezt majd csak otthon szeretném kicsomagolni, megnézem, hogy egyáltalán illik-e a sminkasztalomra, mert kicsit így nagynak tűnik most nekem. Á, itt van egy normális kép róla. Na, szóval ilyen, szerintem nagyon szép. A végén megmondom, hogy mi mennyibe került, mert már nem emlékszem. És a csíbó azt nem mindig beszokott tenni egy rechnungot. A másik az egy ilyen tök alap dolog, de ez az örök kedvencem szerintem, a csíbós ilyen kis trikók. Ez iszonyatosan puha, kettő darab van benne, ilyen kettő fehér, vékony pántos trikó. Relatíve drága, ez azt hiszem 13 euróba kerül a csibónál, szóval egy fehér tophoz drága. Viszont nagyon jó. Én nagyon meg vagyok vele elégedve évek óta, igazából azóta használom, hogy a csibónál dolgoztam, és nem vagyok hajlandó lecserélni. Iszonyatosan puha, jó a minősége, sokáig tart. Nem átlátszó, mert például az ilyen 2 eurós Primarkos fehér topjaim relatíve átlátszók, szóval ezt abszolút tudom nektek ajánlani. De folytassuk a márvány mintás szettek bemutatását, ez pedig egy ilyen kis deko dobozka, vagy hát nem dobozka, mert kerámia. Nagyon-nagyon szép, ezt viszont kibontom, mert már alapból lejött kicsit a matrica. Ilyen szép, fényes arany a teteje. Ez is meglehetősen nagy, azt kell, hogy mondjam. És ilyen szép kerámia márvány, mint az alja. Ekkora, szóval úgy
úgy túl sok minden nem fér bele, de ez szerintem ékszeres doboz. Én biztos, hogy ezt ékszeres doboznak használnám, vagy fogom használni. Ezt szerintem megtartom. Akkor is, hogyha a hozzá passzoló organizer nem, mert szerintem gyönyörű szép. És akkor egy ilyen arany tetővel, hogyha esetleg az embernek a sminkes komódján más arany kiegészítők is vannak, akkor ez szerintem nagyon-nagyon szépen tud kinézni, hogy azért harmonizáljon. Aztán a következő az egy ilyen smink tükör, egy ilyen kicsi kozmetikai smink tükör, ezt most jól megmondtam, 10-szeres nagyítás van rajta, egy ilyen kicsi nagyító, és egy ilyen nagyobb, ez itt érintőképernyős, és ahogy látjátok, ilyen kis világító cuccok vannak rajta, 120 fokkal meg lehet ezt dönteni, és le is lehet venni ezt a kis detail tükröt, és 16 LED fény van benne. Ez 15 euróba került, erre emlékszem, és mindenképp ki fogom próbálni, hogy jó-e, mert hogyha láttátok már a sminkelős videóimat, láthatátok, hogy nekem nincs ilyen kis kozmetikai tükröm, és mindig egy ilyen valamelyik púdernek a pici kis tükrébe szoktam sminkelni, hogyha videót csinálok nektek, persze, hogyha nem csinálok videót, akkor a szép nagy tükörben. És ez ráadásul meg van világítva, szóval remélem, hogy jó. Aztán megint egy márvány mintás dolog, ez pedig egy ilyen, hát egy ilyen izolált, vagy hogy mondják ezt magyarul, izolírt ring flash, szóval egy ilyen kulacs, termosz bögre, itt van rajta magyarul is, 450 ml-es, ezt is meg tudom nektek mondani. Amit sajnálok, hogy ez ezüsttel van, és nem arannyal, de mondjuk ezüsttel igazából szebb, de jó lett volna, hogyha ez is arany, hogyha már az ékszeres doboz is arany, na nem, mint hogyha együtt használná az ember a kettőt, de akkor már miért ne? Szóval ez egy ilyen kis termosz bögre. Aztán az utolsó dolog, hogy azért ne legyen vége a márvány mintájú dolgoknak, az pedig ez a gyönyörű szép ágynemű húzat, 80x80-as a párnája, 135x200-as a takaró része. Én most már egy pár hete két külön takarót használok, egy jó darabig double takarónk volt, de párom annyira nem volt érte oda, mert mindig lehúztam róla. És aztán használtam egy darabig egyedül, mert hogy neki volt egy kicsi, nekem volt a double, de folyamatosan lecsúszott az egyik fele a földre, és éjjel arra keltem, hogy vissza kell rángatnom, szóval már én is áttértem a kicsire sajnos, és ezért keresek már hetek óta valami szép ágynemű húzatot, de az a baj, hogy nekem nem tetszik ez az anyag. Pedig gyönyörű szép, nézzétek. Nagyon-nagyon szép, és hogyha így az éli szekrényemre raknám mellé ezt a szép kis ékszeres dobozt, ez gyönyörűen tudna kinézni. És hogyha éjjel inni akarok, akkor mellé raknám ezt a termoszbögrét is. Ja, de ezt át kell gondolnom, ezt szerintem ki fogom hajtogatni. Igazából nem olyan rossz, de nekem ez olyan kemény. Én szeretem, amikor ilyen pihe, puha, mint egy kis pulcsi. A Biber ágynemű húzatokat szeretem, ez pedig Perkal. Azt írja, hogy nagyon puha, könnyű és sima. Hát könnyű és sima, azt megmondom, de hát nekem ez annyira nem puha. Nem húzom tovább a szót, ezt meg fogom otthon lesni, hogy mennyire puha így a habtestemnek. És nincsenek rajta az árak, de ha jól emlékszem, az ágynemű 20 euró volt, ez a tükör 15 euró volt, ez a termoszbögre szintén 10 vagy 15 euró volt, mi van még itt, ezek a toppok azt hiszem 13 euróba kerülnek, sokszor akciós, most nem volt az, 10 vagy 13 euró, ez azt hiszem 10 euró volt, vagy 15, igazából minden 10-15 euró volt, kivéve az ágynemű húzat, mert az azt hiszem 20-ba került, ez is ilyen 10-15 euró volt. Lehet, hogy le lesznek majd még akciózva, mert ez egy abszolút új kollekció volt, mikor megrendeltem, bár szerintem egy csomó már nem kapható, mert tényleg gyönyörű szép, és meglepően jó a csíbós lakás termékeknek úgymond a minősége. Ja.
Ennyi lett volna, remélem tetszett a videó és tetszettek a dolgok, amiket rendeltem. Abszolút tudom ajánlani, hogy nézzetek fel a Chibo oldalára. Nagyon sokan a mai napig azt gondolják, hogy ez még mindig csak egy ilyen kávés márka. Hát én tényleg dolgoztam ott, szuper munkaadó, tényleg az eddig legjobb munkaadóm viccen kívül, a biztosítót beleszámítva, nagyon jó. Legalábbis én nagyon meg voltam vele elégedve a kollégákkal is, azzal is, amiket így pluszba adnak, úgymond. Még a próbanapra is kaptam egy egész szatyornyi ajándékot, szóval...